nem kell nagyot emelni a hordágyon. Enyhing térségében mostantól ez a vadonatúj mentőautó segít a súlyosabb sérültekhez és betegekhez. Ez a kocsi nem csak biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, hanem hatékonyabbá és gyorsabbá válik segítségével az életmentés is. A könnyebbséget az jelenti, hogy lényegesen korszerűbb, kézhez állóbb, kézre állóbb lett minden, tehát az elrendezése lényegesen célszerűbbé vált, mint adott esetben akár a Niza, akár a Ford vonatkozásában. Az új autó mellett korszerű eszközök is segítik a mentők munkáját. Transztelefonikus EKG készítésre van lehetőség, félautomata defibrillátor van, a rajta szolgáló ápoló lehetőséget kap arra, hogy infúziót kössön be, hogy adott esetben kontroll mellett gyógyszerrel leheti a betegeket, például egy infarktusos beteget. A megyei mentőszolgálat az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött, több állomást nyitottak és számtalan felszereléssel is gazdagodtak. Az orvosigazgató szerint a gépjárműpark fiatalítására azonban nagy szükség volt. Annyira előregedett volt a kocsipárkunk, hogy szinte csak a szervezett kocsit tudtuk kiállítani, tehát valóban nagy szükség volt, de szeretném hangsúlyozni, hogy az egészségügyi felszerelés az a régebbi mentőautókban is korszerű volt. Az új autókból térségünkben a székesfehérvári állomás kapott elsőként, így a megyében most már két ilyen mentő teljesít szolgálatot.